שלום, אנחנו בשיעור מיוחד, שיעור הכנה לכנס אירופה. Hello mindenkinek, ez egy különleges lecke, felkészülési lecke az közelgő európai kongresszusra. Át fogjunk menni az ötös leckén. A lecke témája a teremtő feltárulások köztünk. Kérdéseket tenni a Kabbala TV-n keresztül, a kiválasztott kérdések ki lesznek sugározva a Kab TV-n keresztül. Egyes idézet. Rabbi Mender kocban kereste azt, amit hosszú ideje hiányolt, és megértette, és föltette az első kérdést a haszidomnak, hogy hol találta meg a teremtő. A haszid válaszolni kezdett, hogy a teremtő a földet kitöltő dicsőségben található. A rabbi pedig megértette, és a következő haszidot is megkérdezte, amikor találkozott vele, hogy hol található a teremtő. A haszid meg volt lepve a kérdéstől, és azt a verset idézte, hogy áldás az, ahol a teremtő megjelenik. Ah, mondta a rabbi. Majd a harmadik haszidhoz fordult ugyanez a kérdéssel, hol található a teremtő. A haszid pedig azt válaszolta a Zohár nyelve alapján, nincs olyan hely, amelyet ne töltene ki a teremtő. De ez a válasz nem elégedette ki a kocki rabbi Mender, és az összes haszidhoz tette a kérdést. Tudjátok, hogy a teremtő hol található? Ő bárhol található, ahova te képes vagy belépni. Rav. Oké. Okay. Ez azt jelentette, hogy volt egy kocki haszid közösség, amely Lengyelországban volt. Ez egy nagyon különleges csoport volt, kabbalista csoport, természetesen magyarabb. A teljes haszidizmus bennük volt. בעל שם טוב, ואחר כך תלמידים שלו, שהוא שלח אותם אחר כך לכל מיני מקומות, איפה שהם... תתוק בעל שם טוב כבטאי וולטוק. חצרות שלהם. תתוק מידה הובה, היה כותה יוקד מידה, היירה. חדרים, חיידר. Ahol, ahol helyet találtak, barátokat találtak, ahol közösséget tudtak alapítani. Hát ezek az emberek, ezek voltak a haszidok, akik elmentek, embereket tanítottak, gyerekeket tanítottak a kabala bölcsességére, és ez nagyon szélsőséges módon voltak ők haszidok, mert ők valóban szinte gyilkoltak a helyes szándék fenntartásáért, olyan módon tanultak, olyan módon építették ki a kapcsolat egymás között, a barátok gyülekezetét úgy építették fel, hogy ez egy valódi... nagyon idegen és szigorú meg volt. Ők szegények voltak nagyon, az életük is így volt kialakítva. És mindannyian szinte éheztek, és rendkívül nehéz körülmények között éltek, azért, hogy egy hatalmas vágyat érjenek el a teremtővel való munkában, és a Mendeli rabbi, a kockiak vezetője, ő írt néhány írást, mondta a címet most a Péberül, ami az igaz útja, az igazság útjára való lépének. Tehát ugye az archívumban van ez a könyv. Tehát el lehet ezt olvasni. A polcol is megvan. Tehát én azt ajánlom, hogy olvassátok el. Csak héberül van meg, sajnos. De ha nincs az archívumon benne, akkor vegyétek meg. És olvassátok el. Tehát ők... tehát ő nagyon kemény fickó volt.
aki rövid mondatokkal fogalmazott a belső munkáról, valódi haszid. Tehát van erről valamilyen kérdés? Mi mindig szoktunk arról beszélni, hogy a kocki haszidok, azok nagyon romantikus képet alkottak, és nekünk is romantikus képünk van. Van egy könyv, ami a lángoló bokor, kocki lángoló bokor, ugye ez Mózesre utal, ez a belső lángolásra utal, ami az emberben van, nyilván. És kocka, ez így működő. Én olvastam egy könyvet, hogy ők nagyon másképp tanultak, Ralf. Én nem tudom, mondja Ralf, hogy mennyire lehet a könyveket valóban manapság már nehéz tulajdonítani, tehát valóban abból megértsük, mit csináltak. Tehát nagyon sok könyv van, amit utánuk írtak, és kockról is írtak, de ezek alapvetően mind újírnak alapvetően. Oké, de ez úgy néz ki, mint egy fajta tehát dolog, mi hogy tudjuk az ő erőfeszítéseket megragadni? Tehát mit tudunk mi ezekből a történetekből tanulni a saját életünkre vonatkozólag? Nem tudjuk ezzel generációt tartani magunkat, mondja Rab. Még rabos generációja is, akik valóban másképp éltek már, mint Bálaszulám, már ők sütök úgy, mint Bálaszulám. Tehát itt mindig azon múlt, hogy minden reggeltől egészen késő estig csak a tanulással foglalkoztak. Ez valóban egy áldó belső háborúban éltek. Ugye ez már akkor Izraelben volt, amikor ide éltek. És ugye itt valóban az életér is, mondjuk a Lengyelországban is valóban egy igazi harc volt a létezésért, tehát nem nagyon volt pénzük, és ez a fajta haszidizmus, ugye olyan helyeken voltak, ahol programok voltak a zsidók ellen, gyilkolták őket, tehát ezért nem tudjuk összehasonlítani a nehézségeit az ő generációknak, amilyennek. Tehát nehézségekben éltünk, problémákban éltünk, de más is más módon jelent ez meg. Tehát olvasunk erről, de nem tudjuk, hogy miben éltek. Tehát nagyon nehéz. Tehát nem tudjuk, hogy mennyi, milyen árat fizettek a belépőjegyére ebbe a fajta világban, mert ők éltek. Voltak feltételek, amiket mi már nagy ezen értünk meg. Nekünk az erőfeszítésekkel valamilyen módon összekapcsolódni, amit tettek, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk ugyanazt kell végre tenni, és nem azt jelenti, hogy mi nem leszünk eredmények, ha nem pont azon megyünk keresztül, mint ők. Ők tettek egy csomó dolgot, minden generáció a másik generációért tesz, ami követi őt valamit, de a maximális lehetőséget, amit ők tettek, az erőfeszítéseket, azt azért tették, hogy mi könnyebben belépjünk a korrekcióba. És is pötes rendszerben. Rab a sírásai, harmadik kötet, a cselekedetben ismerünk meg téged. És sírva, hogy az egész földet ki fogja tölteni az ő dicsőséggel, sírva van a Szent Zohárban, hogy nincs üres hely, amelyet ne töltene ki a Teremtő. Azonban, mivel mi képtelenek vagyunk ezt érezni, mert hiányzik az edényünk ehhez, tehát csak amivel hiányunk van, az az edény, és a megszerzőt úgy is hívjuk, hogy az összetapadásra törekvő, amely formálisra törekszik, amely az adományozása akarás majd, és ahogy megkapjuk mi megszerzők ennek az erejét, mi azonnal képesek leszünk érezni, tudni azt, hogy mit jelent az, hogy nincs hely, amely üres lenne a Teremtőtől, hanem sokkal inkább az egész földet valóban az ő dicsősége tölti ki. Azaz mondja, amiben hiányunk van, az a megszerzési edény, amelyet képesek vagyunk felhasználni bármi másra, tehát hogy valóban érezhetjük, hogy nincs meg a képességünk az egységre, hogy valóban bele legyünk foglaltak ebbe, és valóban a Teremtő jön, és elrendezi a kapcsolatot a számunkra úgy, hogy mi képesek legyünk ezzel a kapcsolattal együtt dolgozni, és valóban elkezdjük felfedezni az érzéki különbözetet, hogy elkezdjük tudni mérni őt, hogy hogyan kell magunkat egyre jobban alávetni annak, hogy összehol vagyunk vele egyre jobban. Tehát, hogy képes legyek egy edényt építeni, amely megszerző edény, amely megszerzhette az érzéki különbözetek erejét, a külső állapotoknak az erejét, és ilyen módon eljuthassunk a Teremtő valódi érzékeléséhez.
mivel a kezdetekben a saját kapnakáson kívül nincs semmi, tehát én nem tudok érezni semmit egyáltalán, és csak az erőfeszítéseken keresztül, amelyeket a közösséggel együtt hajtunk végre, ezeken keresztül lassan-lassan a fény segítségével kiépítünk egy új eszközrendszert, amelyet úgy hívunk, hogy megszerzés az alkotás érdekében. Kérdés van? A hit kalelut, a befoglaltatottság, ez eredmény, vagy mi? A hit kalelut az egy eredménye a cselekedetnek, amit a fény tesz. A fényt hozza ez létre a kérésre. A kérés eredmények, viszont a kérés az pedig az erőfeszítéseid eredménye, amely a sikertelenségen keresztül jön el hozzád. És az erőfeszítés az egységre lényeg, hogy hogyan, de a legfontosabb dolog, hogy valamifajta hiányban legyetek, és a hiányt úgy is hívhatjuk, hogy a hiány a kapcsolatból jön az emberek között, ami azt jelenti, hogy mi mindannyian többé-kevésbé egy dolgot akarunk a tízes körben, valamilyen módon úgy ábrázolni magunkat, hogy valamifajta vágyott formát elérjünk. Így kell magunkra vonni a reformáló fényt, a reformáló fény felébreszti a hiányt, a helyes hiányt, és ezt nevezzük úgy, hogy ima az imát megelőzően, és hogyha a helyes hiányunk van, akkor valóban mindannyian ebből kapunk erőt, a helyes hiányból, azaz, az, amit el akarunk érni, az egy erőt ad majd arra, hogy ezt alkalmazni tudjuk, mindazt a vágyat, ami kell az, hogy elérjük. Tehát nekünk különböző cselekedeteket kell végrehajtani, hogy mi tanuljuk azt a parcuf megszerkesztéséből, tehát nekünk a megszorításon túlmenően a szűrőre is szükségünk van. Jön a fény, hakály jön létre, csapást mér a szűrőre, és aztán ennek megfelelően zivug is jön, ami pedig a megszerzés az adakozás érdekében, tehát megszerzünk a fényt, és átadjuk a más edényeknek. Tehát nagyon sok részlet van itt, amiről még majd beszélnünk kell, de a dolognak ez a sorrendje. Na, cika megjött. Én beteg voltam. Nem voltam Szabi, hanem egy hét van beteg voltam, hogy alig értem, hogy a cika. Tehát betege jöttünk haza a nyaralásból. Tehát Rabival és nem tudom kivel voltam, csodálatos volt a gyerekekkel, de halálbeteg jöttem haza, mondja Cika. Na, tehát. Itt említettük, hogy az ország ki lesz töltve az ő dicsőségével. Ez már létezik, vagy csak nekünk ezt el kell még érni? Hát mondhatjuk, hogy létezik, mert írva van. De mit jelent az, hogy létezik? Létezik, de nekem csak akkor létezik a feltárom. Hát valaki azt mondja nekem, hogy létezik, oké, le van írva. És? Tehát én nem tudom, hogy milyen feltétellel tudom én azt mondani, hogy tényleg létezik. Tehát van egy mód, ahogy hihet a bölcseknek, minden ebben, ami le van írva, azért, mert feltártad, ami le van írva, akkor létezik. De az én számomra létezik, azért, mert tehát semmi, amit nem értünk el, azt nem nevezhetjük el, ugye? Tehát nekem ott van a malhút, amely bele van foglaltatva mindenbe, amelyben a teljes teremtés benne van, tehát, és ott lehet nekem elérni a teremtő feltárulását, ugye? Írva van, de még nem értem el. Tehát az egész föld ki lesz töltve az ő dicsőségével. Oké, de amikor ezt a spétes munkát megtesszük, akkor valami érezni fogjuk, hogy ki lesz töltve a világ az ő dicsőségével. Tehát mit jelent az, hogy teljes mértékben érezzük? Mit jelent ez? A föld az a vágy, ugye az eret, a teljes vágy ki lesz töltve a teremtő jelenlétével, a felső fénnyel, ez, amit nekünk el kell érnünk. Tehát valóban Rabbi Simon valóban ebben az állapotban van.
אם הם לא, אם מה שהם אומרים, הם השיגו בפועל. אז גם אנחנו יכולים. Tehát minden, amit elérünk, nekünk tudnunk kell, hogy mi történik. Én nem akarom most bemenni a valóságérzékesnek ebbe a pontjába. Valóban nekünk el kell jönni, ami történik. Tehát mi tudjuk, hogy tehát hogy részben eljöttjük az ő dicsőségét, vagy nem, vagy hogy fogjuk ezt elérni, hogy itt megragadni. Csak az elérésben lehet. Oké, de hogy lehet ezt megtenni? Tehát egy rész... Én attól függ, hogy kicsoda, micsoda. Tehát részben elérem, részben nem, mindig a saját edényének megfelelően lehet elérni. Tehát egy bizonyos részben valóban nekünk el kell kezdeni működnie. Oké. De csomó dolgot fel kéne tárni, de nem akarom feltárni, mondjam. Oké, tehát... Tehát hogyan tudunk tovább lépni? Te mit jelent ez, hogy tovább lépünk? Tehát az a folyamat, az, hogy a helyes módon tudj tovább haladni a fény együtt, akkor nyilván a fény, amely be van foglalva a vágyban, nyilván ugyanannak az irányba kell mennie. Ez ugyanaz az érzéki különbözet, mert az adakozási vágy nyilván a fény adakozásának felel meg, és ilyen módon egy kapcsolat jön létre. A fény kitölti a vágyat, és akkor én azt látom, hogy a föld ki van töltve az ő dicsőségével, mert a teljes vágy nyilván azt jelenti, hogy valóban az egészet kitölti a fény, és ezt a részt bennem, amit a Teremtő tölt már ki, és azt tudatosan is érzékelem, ezt hívom Izraelnek. Azt a részt, amely hasonló a Teremtőhöz, azt jársára kell nekem, Izraelnek, annak a szándéknak megfelel, amit érvényesül, és írva van, hogy tehát ezért kell megfelelni, így kell kiterjeszteni Izrael földjét. Tehát az összes vágy, az összes dolog valóban így működik. Oké, na az akkor minden... Tehát látjuk, az egész világ kezd összeomlani. Mert amíg, lehet, hogy amíg te beteg voltál, minden összeomlott, mondja rá. Nem, én azt látom, hogy a világ darabokra esik. Így van, tehát... Tehát miért van... Tehát az emberek azt mondják, hogy majd mi lesz az én nyugdíjammal, tehát ezért idegeskednek. Azért, mert még nem ébredtek rá, hogy az a legnagyobb probléma nem ez lesz. Tehát... Tehát itt nem csak a nyugdíja lesz óriási probléma. Tehát mindent már lassan aranyban tartanak az emberek, mert azt hiszik, hogy az fogja megmenteni a világot. Oké, de az emberek befektetnek, és várják a piacnak a rendbe jöttét, tehát minek kell itt történni? Tehát pontosan addig, amíg az emberek végre nem hagyják a korrekciót, nyilvánvalóan a felső tervnek megfelelően,
Tehát nekünk mi kötelez vagyunk a csapásokon keresztül akkor a korrekció felé elmozdulni. Tehát ez azt jelenti, hogy tehát nyilvánvalóan ez egy nagyon földi mintázatban jelenik meg a mi tudatunkban. Tehát én sikoltozok a sivatagban, de senki nem hallja meg, ugye? Tehát minek kell történnie? Csak a kapcsolatnak az a szintje tudja a korrekciót megédesíteni, amikor képesek vagyunk egyesülni, megérteni az egységnek a szavát, és valamilyen módon egy emberként egy szívvel előre mozdulni, tehát nekem fel kell fedeznem, hogy a Föld nem érti, mit jelent az, hogy egy szó a világ, egy lélekkel, egy szívvel, tehát, hogy valóban egyfajta kölcsönösség jelenjen meg ebben a kapcsolatban, amelyet adottány lehetne mindenkinek, úgy, ahogy az a szétválasztás előtt volt a tudás fájának a bűnében. Hogyha mi előre akarunk haladni ebbe az irányba, akkor a csapások majd köteleznek bennünket, vagy nem akarunk előadni, bocsánat. Tehát a csapás az, hát azt most összeomlott a tőzs, de mondja, az a legkisebb problémánk lesz. Tehát ez most nem csak a pénznek a kérdése, vagy a nem tudom. Tehát nyilvánvalóan a pénz a lényeg, hogy, tehát ha van pénzed, akkor a kapcsolatba kell befektetni, az a legjobb dolog, az fog megmenteni, nem az arany. De ha mi nem tesszük meg ezt a jó módon, akkor majd megtesszük a rossz módon. Mert kényszerít bennünket. Tehát minden, valóban minden összeomlik, és akkor az vagy a szentségem, vagy a klipán keresztül érkezik a megváltás. A klipa nyilvánvalóan az a miénk, és így mozdunk el a szentség felé, és akkor ezen keresztül végrehajtjuk a korrekciót. Ugye jön egy kongresszus, ahol azért elég sok mindent le tudunk hozni, és akkor jobban haladhatunk előre. Hármas. Rabas második kötet, 76-os levél. És ismert, hogy az egész földet ki fogja tölteni az ő dicsősége. Tehát minden embernek hinnie kell, azonban ebben azonban a teremtő az elrejtőzött, hogy nem lehet őt érzékeny és látni, és hogy megadja nekünk a szabad választás, hogy megjelenjen a hit, hogy a teremtő az, aki az egész világot befedi, és mindenhol ő cselekszik, és utána az ember foglalkozik a Tórával és a parancsolatokkal, megtartja a választásnak, a döntésnek a parancsolatait, akkor a teremtő feltárja magát az ember számára, hogy láthassa, hogy a teremtő uralja a világot. És ebből következik, hogy az embernek kell királlyá emelni a teremtőt, hogy uralkodhasson rajta, amely azt jelenti, hogy az embernek éreznie kell a teremtőt, hogy ő, aki az egész világot uralja, és ezt nevezzük úgy, hogy az ember megteremti a teremtőt önmaga fölé, királynak, és addig, amíg ezt az érzést nem érje el az ember, a királyság érzése elrejtésben van. És ez az, amiről mi azt mondjuk, hogy azon a napon a teremtő és az ő neve egyé válik, azaz az ő dicsőség, az ő királyságnak a dicsősége feltárul a számunkra. És ez a teljes korrekció, amelyen keresztül kell menni ebben a világban, amely által minden jót a világra vonunk, azaz minden adakozóvá válik a Tóra és a parancsolatok munkája által, melynek a szándéka az, hogy az ő királysága megjelenjen felettünk. Azaz nekünk a saját vágyunkat kell korrigálni, 613 vágyunkat, hogy minden adakozásra menjen, mindenki adományozol, és akkor mi eljutunk abba az állapotba, ami a felső szintje a felső világoknak. Ez az, amit el kell érnünk, és ez a teljes korrekció, amit magunkra tudunk mondni ebben a világban. És pontosan ebben a világban, abban az állapotban, amikor le vagyunk válva egymástól, így kell összekapcsolódnunk, és így kell kiterjeszteni minden jót a világban, és így fedezzük fel a mi vágyunkat, tehát nem csak az Ahabnak a részét, hanem a saját helyén működő megnyilvánulás a teremtőnek,
és a tórás a parancsolatokkal való foglalatoskodás által terjesztjük ki ennek az érzékelését, hogy megjelenjen az a szándék rajtunk, hogy érezzük az ő dicsőségét rajtunk, azaz, hogy valóban ne is legyen más létezésünk, mint ez, és hogy egy teljes vágy jelenjen meg minden ellenállás nélkül, tehát hogy az összes vágyunkban adakozni tudjunk, és hogy valóban megszerezzünk az adakozás érdekét. Kérdés. Hogyan? Tehát hogyan lehet? Tehát minden, amit kapunk, amit kiszívunk a kapcsolatból, az át kell adni a többieknek. Oké, na, de akkor ez az ibur, az a megtermékeny, és utána ez egy embrió, ami megszületik, és... Tehát nektek mindig össze kell tapadni, és szolgálni kell őket, így tudtok egy helyet teremteni, és én önmagamban össze kell, hogy olvadjak velük, úgy, mint egy spermacsepp a malkutban, és ilyen módon ez az, ahogy megjelenik mindez, és a különbség az egyre nagyobb és nagyobb, ugye, tehát a bölcs, van, amit tehát itt van a lenullázás, aminek egyre erősebbnek kell lenni, és amire szükségem van, hogy alávesünk magunkat. Igen, tehát ezt úgy kell értenünk, hogy egyfelől az embernek ezt kell tenni, másfelől pedig a teremtő tesz minden. Igen, de itt egy erő jelenik meg, aminek a tetején te vagy. És a barátok követelik ezt meg, tehát a csomó dologhoz neked nincs erőd, tehát nincs erőd tenni bármit is. Tehát kívánhatod ezt, akaratod. Tehát, hogy a gyerek kiabál az apának, anyának, hogy gyere és segíts, mit kell nekünk tenni? Nyilvánvalóan tehát mit kell tennünk? Nem az, hogy egy kis hagymával meg kenyérrel éljél, nem ez a megoldás. Tehát nekünk erőt kell adni mindenre, ami működik, és különben nem lesz semmilyen erőnk az előadáshoz. Tehát kérnünk kell, hogy erőt találjunk a működéshez. Tehát ez az, ahol el kell kezdenünk a belső nyomást érezni, hogy mi valóban érezzük azt a pszichológiai erőt. De mit kell ezt tennünk? Ez egy kölcsönös munka, amin dolgozni kell. Tehát nekünk meg kell kapnunk az impressziót, a benyomásokat ebből. Tehát bármit, amit megtalálsz magadban, az egoista. Tehát nem ezáltal kell megkapnod az impressziót. Ha ilyen módon dolgoztok, akkor furcsa dolgokat fogtok benyomásként kapni. Oké, na de akkor nekem a törődésbe kell másképp megfogalmazom, a belső... Úgy van, tehát nekünk nem lehet alkalmazni ezeket a dolgokat. Oké, de miért így dolgozik mindez? Miért így működik? De mi az, ami hiányzik? Tehát itt van egy elem, egy rész, egy element, amely valódi aggodalmat okoz. Tehát nincs érzés még, amiből valónak tűnik, és ezért ebben a ködben ülünk, én még nem érezzük, hogy mi történik. Tehát én az agyamban próbálok megérezni valamit, de nem a szívemben. Tehát ezért mondjuk, hogy aggódóan mondjuk, hogy probléma, de nem értjük mi, azért, mert nem a szívünk mélyén érezzük ezt.
Balaszolam, semmi nem hiányzik nektek, mint az a terület, amit az Úr megállt, és ahol összegyűjti az összes szervét saját lelkednek is, és egyetlen testbe kapcsolja, és ebben a teljes testben a Teremtő a saját szentségében állandóan megnyilvánult, és az életnek egy magasztos áramlása jelenik meg, mint egy végtelen forrás, és akkor minden helyen, amit a szeveddel megvizsgálsz, csak az áldást fogod látni. Még egyszer négyes, tehát semmi másban nincs hiány, mint abban a területben, ahol ami az Úr áldását tartalmazza, ahol összegyűjti az összes szervét a léleknek egyetlen testben. És ebben a teljes testben a Teremtő a saját szentségével lakozik, és ezzel létrehozza a fénynek azt az állandó áramlását, amely egy soha véget nem érő forrássá válik, és akkor minden egyes helyen a saját szemével győzött meg az ember az áldásról. Ötös. Tehát gyere, és én megmutatom neked a barátok szeretetét, ami elvezet a Teremtő szeretetéhez, mivel a barátok szeretetének nagysága az a Teremtő erejét is adja, ezért az embernek emlékeznie kell, hogy ő a Teremtő hasonlatosságára, vagy a felső hatosságát megteremtve, és hogy a lelke a felső szentségnek a része, ezért hívjuk mi ezt Izrael gyülekezetének, mivel mindannyian csatlakoznak és egyesülnek egyetlen titkos egységben. Ez egy olyan feltétel, hogy valóban kapcsolódnunk kell, és így nevezzük, nyilvánvalóan. És ennek megfelelően a Teremtő feltárul. Kérdés, annak alapján, amit eddig olvastunk. Tehát itt... Tehát nyilvánvalóan önmagunkat úgy kell ábrázolni. Tehát mi az ásai növény és állati szintekről beszélünk. Nyilvánvalóan így kell dolgoznunk, annak megfelelően hogy ilyen mértékben tudunk összekapcsolni. Az emberi része a kapnakarásnak nyilván így kapcsolódik össze, és mindenki a saját helyén, ez egy csoda, hogy amikor összekapcsolódunk a lelkek rendszerébe, akkor megjelennek a vágyak, amelyek ásványi növény és állati szinteket testesítenek meg, tehát mindannyian a saját helyünkön kell kapcsolódni. Tehát itt Európán barátoknak kapcsolódniuk kell. Tehát mindenkinek arra van szüksége. Tehát tehát mindenkinek mindenféle módon tehát nyilvánvalóan nekünk a kongresszusnak megfelelően kell viselkedni. Nincs olyan dolog, hogy valaki nem jöhet el. Nincs olyan dolog, hogy mindenki eljöhet erre. Oké. Akkor csak annyit számít, hogy képes legyen, akkor jöjjön. Így van, mondjanak. Én mindenkit hívok, mindenkit elvárok oda. Mindenki, aki ebben a Európához tartozik, az jöjjön. Mi a különbség a reggeli leckek
között, tehát és amely a kongresszus illetve között, tehát mindenek előtt. Hát nyilvánvalóan a legnagyobb különbség az, hogy tehát az ember nem is érzi, nem is tudja, hogy hogyan kell a kongresszushoz kapcsolódni, hogyan tudjuk azt a hatalmas erőt érezni, ami valóban egy intenzitást ad, tehát, hogy valóban képesek legyünk a fénynek a plusz erejét befogadni, és valóban érezzük a különbséget, amely hatalmas lett, és amikor együtt vagyunk és egyesülünk, és ezen túlmenően megjelenik a teljes edényünkben a világ, ahol a világ ráöltözik mindenre, nyilván akkor nekem egy hatalmas elérésnek kell ezt minősítenem. Tehát nyilvánvalóan itt van egy kongresszus, aztán egy odesszai kongresszus, aztán majd lesz egy moszkvai kongresszus. Tehát röviden, én valóban remélem, hogy ezek a csapások segítenek a munkában. Folytassuk. Tehát Ukrajnában is elvégzett szintről. Bokertov, Rav, jó reggelt! Én valóban így vagyok az európaiakra. Egyszerűen azért, mert nekik egy hatalmas erőfeszítést tehetnek. Ugye mi 20 perc alatt idejövünk egy tükörkongresszusra, lehet, hogy még kevesebbet is kell utazni. Tehát irigyelni kell őket. Tehát világos, hogy emberek, akik óriási erőfeszítéseket kell tenniük, hogy odajussanak. Tehát túl kell lépnünk ezen az irigységen. A másik pedig az, hogy mi az a jutalom, amit elvárhatunk ennek az erőfeszítésnek ennek érve, hogy közelebb kerüljünk ez az egységhez, ahol összekapcsoljuk. Valóban ez egy óriási kongresszusra számítunk, amely felemel bennünket a három kongresszus fölé. Nem is tudom, mit vártunk kelettől. Tehát mi az a jutalom, amit elvárhat az ember, aki ekkor erőfeszítést tesz. Mindenek előtt magyarabb. Mindenkinek helye van az erőfeszítésben. Tehát ne utasítsátok el ezt, hogy ti nem tudtok. Tudom, hogy valaki nem megy arra a kongresszusra, mert nem vagytok európaiak, nem érztek azt az elutasítást, azért nem tanultok olyan intenzitással. Tehát nem fogtok ennyi erőfeszítést tenni, és hát, ha eljönni. Nem tudom, ne aggódjatok, magyarok. Tehát mindenek előtt a Tel Aviv csoportok voltak, aztán a holoni csoport. Én emlékszem, hogy már apa vagy, mi van volt előtte. Már egy hónapban a második gyerek is jön, mondja se. Akkor csak az élet céljának az elérése maradt tényleg a számodra, a többi dolog megvan. Tehát mondja, de ez nem is hiány. Ez nem egy hiány, amiről beszélünk, az ember tehet erőfeszítéseket éveken keresztül. Mennyi embert várunk ide? Ide, itt. Itt erre a helyre. A tükör kongresszus Petah Tikvában az összes férfit ide várjuk. Együtt. Egy szervezett módon leszünk itt, regisztrációnk van. Tehát 600-an lesznek. 600 ember lesz Petah Tikvában. De lehet, hogy 1000 is lesz. Szép. De ezre erre reménykedünk. Mennyi? De mindegy, lényegtelen magyarok.
Amit akarok mondani, az erőfeszítés az mindig minőségivé válik. Tehát nekünk nem kell menekülnünk, nem kell. Tehát kijöttek az otthonotokból, eljöttek ide, és terjesztetek is. Lehet, hogy kisekkel menni a centerből, úgy is tudunk terjeszteni, de a lényegtelen, hogy a cselekedetek egyre jobban minőségi válnak. Ez a középső vonal, mert különben nem vagyunk hatékonyak, nem vagyunk effektívek. Tehát tudni kell, hogy hogyan mentek ki, hova, merre mentek. Tehát valóban ne csak időveszteség legyen ez, meg erőfeszítés veszteség, hogy terjesztetek. Én remélem, mondja Rav, hogy meg fogjuk találni azt a módot, ahogy a terjesztés a legelősebb lehet a számunkra itt Izraelben, mert ugye az a probléma, hogy itt is, meg azon a hétvégén is terjeszteni kell, tehát hogy elérjük az embereket Izraelben, anélkül, hogy elvesztegetnénk energiát és időt, nagy távolságú utazásokkal, meg vesztegetnénk a pénzt, üzemanyagra, stb. Oké, Rav, de mi a jutalom, amit az ember Európában megkap, ha megteszi? Mit kaphat Európa? Őnek kell jönni. Bármilyen messziről is el kell jönniük, és meg kell próbálniuk. Gyakorlatban összeolvadni. A munka, amit teszünk, az fillérekként való összegyűjtését jelenti a pénznek. Tehát nekünk terjesztenünk kell, ott kell teszünk, itt kell terjesztenünk. Egyik esővált haverőmet a másik után, egyik fillért a másik után. Tehát mindezek a kis részek, ezek valóban nagy összegé adódnak össze. Tehát lehet, hogy egyszer vagy kétszer kimennek, tesznek valamit, összekapcsolódnak, és valóban ez egyfajta napról-napra való élet az európai tömegeknek, a környezetnek, tehát ez így működik. A mi számunkra viszont a kapcsolat, a spontán előrehaladás, ez egy gyakorlati munka. Néha leválunk, néha nem, néha problémákat érünk, néha nem. Tehát mindent annak érdekében teszünk, hogy megérezzük, hogy mit kell tenni, hogy valóban egy új állapotot tudjunk kerülni. De az európaiak számára nem ez van a háttérben állandóan, a kapcsolat egymás között az nem olyan, mint itt Izraelben, hogy folyamatosan abban éltek, ezért neki egy relatívan nehezebb cselekedőt kell végrehajtani, rövid idő alatt kell nagy kapcsolatot megvalósítani, de ha valaki megteszi, akkor viszont átfed olyan szakadékot, amit egyébként nem tudott volna. Horvátországban kérdezi Krisztián. Nekünk azt érezzük, hogy mekkora baj történt, ha nem érjük el a fogantatást. Mi az, amit rosszul teszek, ha ezt érzem? Tehát ne annak érdekében gyere oda, gyere oda az ibúrt, a megfogantatást, hanem azért, hogy segíts másoknak elérni. És ez a titok, ezt ajánlom. És akkor majd történik valami, hogy mások neked fogja, hogy ezt kívánni. De jó javaslat. Na gyere csak oda nyugodt szívvel. Drága Krisztián, mi más kell tennünk? Mose, hol van Mose? Az előző tükörkongresszuson Petah-Tikvában volt, aki itt volt két napra, volt, aki két napban elment. Ez rendben, hogyha ugyanígy csináljuk? Majd döntsük el, hogy mindenkinek itt kellene három napig. Én nem tudom, mert nem akarok mondani semmit. Azt, hogy az ember hazamehessen, vagy ne ennyien, otthon aludjon, vagy nem, eljön a következő nap, vagy nem.
hogy ezeket az állapotokat hogy tudjátok elérni. Tehát nekünk meg kell engedni az emberek, annyit legyenek velünk, amit csak lehetséges. És nyilván azt is megértik majd, hogy az eredmény ettől függ. Tehát az embernek erő számításai, azok így jelennek meg. Tehát van, aki fél napra jön, van, aki egy napra jön, de akárki, akármit lesz velünk, szeretjük. Tehát nekünk helyet kell adni mindenkinek. A világ úgy fog előre haladni, egy olyan fajta irányba, ahol a válság kiterjed, a probléma valóban, hogy látni lehet, hogy a különböző problémák, hogy valóban mi az, ami különböző helyeken megjelenik, a klíma problémák. Tehát nekünk úgy kell elfogadni mindent, függetlenül mindentől. Oké, na de... Oké, na de akkor... Hogyha, persze, a legjobb, ha itt vagytok, de ha nem tudok, menjen haza, szépen vissza. Vagy ennyit, egy fél napot. Tehát valaki csak a kajára jön, akkor se engedjétek be. Akkor is értékes. Tehát akkor is tudjuk az ő vaskosságát használni, az aviútját. Tehát olyan időben élünk, hogy tilos nem engedni valakit, hogy csatlakozzon hozzánk. Ez a lényeg. Az utolsó kongresszuson nagyon erőteljes érzésünk volt, és olyan világos volt, hogy ki az, aki velünk van, és itt egy nagy erőt éreztünk a kongresszusból, hogy egy irányba megyünk. Ami most történik, hogy fog ez történni? Hogy kell ezt látni? Tehát azok nem voltak az előkongresszusokon. Hogyan tudják ők a munkarendszerhez kapcsolódni? Én ezt nem tudom, hogy én nem tudom, hogy ez a rendszer hogy fog ilyen értelemben működni. Tehát mindenek előtt nekünk meg kell próbálnunk elérni minden olyan barátot, akik velünk vannak, vagy velünk voltak a múltban, vagy velünk vannak most, vagy nincsenek velünk most, lényegtelen, tehát nekünk mindenkit hívni kell. Tehát ne legyetek bosszúállók, hogy majd akkor megkapják a magukét. Minden csapás és egyéb dolgok nélkül csak várni kell őket szeretettel. Tegyük félre a saját büszkeségünket, higgyétek el, vegyen részt mindenki, mindenkit várunk, szeretünk. Ez a szülői aggodalom. Ez. A másik dolog pedig, magyarok, amit meg kell értenünk, hogy mi nehéz idők előtt állunk, magyarok, és minél több ember kapcsolódik hozzánk, és bármilyen módon, és integrálódnak velünk, akkor ezáltal nagyon sok állapotot átugorhatunk, nehéz állapotokat, könnyedebben, a Tóra útján való haladása, és nem a szenvedése. Egy ilyen egyszerű a számítás. Amelyen mértékben lehetséges terjeszteni, amennyire tudunk részt venni a kapcsolatban, akkor eljöttünk egy állapotot, magyarabb, ahol valóban relatív módon könnyebb lehet az út. Nyomás alatt, de nem szenvedés alatt, és nem csapások alatt képesek lehetünk előre haladni. És helyet nyitni a korrekcióra, és az egész világot a korrekció felé vinni. Ezek a dolgok azok, amik soha nem történnek meg a világban. Olyan dolgok fognak történni, amik nem történtek még a világban, és ezért lehetetlen jósolgatni és összehajtani bármit a múlttal és a jövővel. Tehát, hogy régen így ment meg, most meg úgy megy, nem. Soha nem lesz ilyen.
nem tapasztaltuk meg ezt még korábban. Tehát nagyon különleges idők jönnek. És ami feltárul, mondja, az egyetlen dolog lehet, hogy csak akinek szabad akarata van, azok tudják befolyásolni, ezért nagyon fontos minden ember, akinek szabad akarata van, vagy lehet. Tehát ez a fontos, ezeket mind hívnunk-e magunk közé. A többieknek nincsen szabad döntésük. Aki az egész világot magában az érdemes szerint tudja megítélni, annak van szabad akarata. Ez a mi munkánk, mondja Rav. Tehát reméljük, hogy sikeresek leszünk, mondja Rav. És akkor... akkor nézzük a bejelentéseket. Hát egy bejelentés van, a kongresszust hirdették. El fogom nyitani a zenét. Tehát hívunk egész Európából, hogy gyertek a Kabbala kongresszus a Romániába. Szeptemberben résztek itt és itt. Mindenkinek csodálatos napot kívánok. Sziasztok! מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם Here we are you should come along with one voice we can spread Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together, we cannot be wrong. Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир из 7 миллиардов я. Here we are, you should come along. With one voice, we can spread this song. Las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad. Here we are. Should come along with one voice. We can spread this song. Bring down the walls. You know it won't be long. When we're together, we cannot be.